A szabadkai homokpuszta és az északbácskai löszhátság sárga földjének érintkezésén rejtőzik a termővíz, a ludasító. Igazi oázisa a különböző mozaikos élőhelyek növény- és állatvilágának. A helybeli költők írásaikban megemlítik a ludasító, nádasokban rejlő világát, úszó rizóma szigeteit, a tózöldet, amely olyan, mint a velencei jadeit, a madarakat, akik a napsugarakat, mint hosszú aranykardokat karmaik közé szorítják. A ludasitavi madárrezervátum aránynak kis területén sokféle élőhely típus alakult ki, megteremtve a feltételeket egy kivételesen gazdag madárvilág kialakulásához. A nagy kiterjedésű nádasok fészkelő, táplálkozó és pihenőhelyű szolgálnak az itt élő és átvonuló madarak sokaságának. A keskeny levelű, gyékényesekkel tarkított, víztükrökkel borított nádasokban található a vörösgémek, a selyemgémek és a bakcsók vegyes telepe. Itt költenek a kis vízi csibék, fülemülesítkék és a barkós színegék. Az előregedett és felszakadozott nádtövek és rizómák ingólápokat alkotnak, melyen megtelepednek a nedves réteg növényei. A kotukon, ahogy a helybeliek hívják ezeket a nádszigeteket, a dankasirályok, a küszvágó csérek és a fattyú szerkők alakítják ki népes telepeiket. A ludasi tavon a sirályhad a leghangosabb. A vidékünkön tevékenykedő ornitológusok, madárbarátok régtől dédelgetett álma volt bekapcsolódni a szervezett madárgyűrűzésbe, a vonuláskutatással foglalkozó akciókba. A külföldi, elsősorban a magyarországi madárgyűrűző táborok tapasztalataiból kiindulva született meg az elhatározás, hogy a ludasító madarakban gazdag területén egy nagyobb lélegzetvételű megmozdulást kell indítani. A madárkutatás szempontjából ez egy kiemelten fontos élőhely, ezért 1985-től már folyamatosan folyik a jelölő munka, amely a befogott madarak gyűrűzését jelenti. A madárvárta akkor alakult, és országunkban az egyetlen ilyen működő intézmény, hogy így mondjam, legaktívabb természetesen a nyári és az őszi hónapokban. Ez idáig több tízezer madár lett jelölve, és mondhatom, ez egy páratlan teljesítmény, tudva azt, hogy elég sok gond volt az utóbbi időben ezen a vidéken. Nagy eredménynek tartjuk, hogy folyamatosan tudjuk ezt a madárvártát működtetni. Maga a módszer, maga a kutatás az egy jó bevált már, hiszen egy európai központ irányítja ezt a nagyon összetett és érzékeny kutatómunkát. EURING-nak hívják ezt a nemzetközi asszociációt, amely koordinálja az európai és emellett az afrikai gyűrűző munkát. Ez abból áll, hogy az egyedeket ugye a nádasba állított függönyhálók segítségével befogjuk, azután determináljuk, meghatározzuk és biometriai adatokat veszünk róluk, és természetesen kódszámokkal ellátott alumínium ötvözet gyűrűvel látjuk el, és utána szabadon útjára engedjük ezeket a néhány grammos madarakat. Néhány faj akár rendszertani taxonómiai kutatását itt tudtuk komolyan kutatni, azután nagyon sok fény derült néhány faj vonulására. Emellett ugye az állományfölmérő munkát is nagyon segíti a jelölés, tehát a populációk csökkenését, növekedését, illetve maga a telelő területeknek a meghatározását. A szabadkai székhelyű Csornai Rihárd Ökológusok Egyesületének táborai minden nyáron várják a fiatal természetbarátokat. A környezethez való viszonyulásukban legfontosabb a jó akarat és az odaadás, mert a természet sohasem téved, legfeljebb az ember. A gyűrűző táborok élete az nagyon színes, változatos, és amellett, hogy komoly
biológiai módszernek tekintjük, és a kutatás talán a legfontosabb. Emellett nagyon fontos az a része is, amelyet akár tudatformálásnak, akár természetszeretetnek hívunk, tehát hiszen a madarak csoportja az állatvilágban talán a legnépszerűbb, legkönnyebben megfigyelhető, és hát így, mivel én ugye madárkutató vagyok, személyesen ki is jelentem, tehát a legszeretetre méltőbb állatcsoport, és rajtuk keresztül tulajdonképpen felfigyelünk akár a környezeti változásokra, akár a természet szépségeire, értékeire, és egy nagyon fontos szemlélőformáló, oktató, nevelői munka is folyik itt, néha spontán módon, tehát tulajdonképpen rá tudunk eszmélni, vagy felfigyelünk a hajnaloknak a beszédes csendjére, akár a nádas apró láthatatlan életére, és ez mind egy olyan mozaikot alkot, amely ugye telíti akár az embert érzékileg, de nagyon sok tudás, nagyon sok újabb tapasztalatot szerez ezáltal, és azért is szeretnek itt a gyerekek. Ez egy nagyon komoly és fárasztó munka, hiszen óránként járjuk a hálókat, időben kint kell lenni, tehát legfontosabb, hogy a madár ugye sértetlenül kerüljön ki a hálókból. Itt a másik mozzanat, tehát egy nagyon igényes, egy nagyon komoly hozzáállás kell, hogy bizonyítson az, aki részt vehet ezekbe a táborokban. Ha követjük a Ludason átvonuló költöző madarakat, akkor felfedezhetjük, hogy azok Európa legészakibb részéből jönnek, egészen mélyen Afrika szívéig vonulnak, egyesek még az ázsiai kontinensre is eljutnak. Ezt a hosszú utat az apró énekes madarak elenyésző százaléka éli túl. Vajon a természet szárnyas emberei azt is megérzik, hogy mámoros létezésük veszélyben van, hogy egyszer megszűnik ez a káprázat, egyszer nem lesz semmi.